Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, akkor ahogy ígértük, ugye minden autónkból mutatunk egy kis próbautat, például most ezzel a Kia Ceed-del jöttem el, tőlünk nem messze egy pár száz métert, és akkor megmutatjuk az autót menet közben, és kicsit fékezgettünk, tekerügetjük a kormányt, hát és kipróbáljuk a váltót, és amit szerintem az a legfontosabb, mert gondolom, aki szereti a kényelmet, szereti az automata váltót is, és ez egy szuper jó kis dolog. Nagyon kényelmesen tudunk vele autózni, ugye van 2 darab pedálunk, 1 darab jobb lábunkkal is tudjuk kezelni ugye a járművet, tökéletes, hibátlan, nagyon szép állapotú kocsik különben. Rengeteg extrát szereltek bele, rengeteg extrát kért bele a gazdája. Összességében 124 ezer kilométer futású az autó, és mutatom az extrait, hogy mi az, amit szerintem egy autóban mindenféleképpen nagyon jó. Például az, hogy tempomatos, például az, hogy kormányról is tudjuk a gyári zenét vezérelni, össze lehet csatlakoznunk a gyári zenével, bluetoothos, és ugye van AUX, iPod és USB csatlakozó. Van benne bordkomputer, lehet nyomkodni, szembe lévő oldalon, például 334 km tudunk elmenni, ugye az üzemanyag kútig, látható, hogy fele alatt van még a ugye, mutatója. Ugye hiba mentesen üzemel az autónk, ha rálépünk a gázra, akkor reagál rá. A motor, ami ugye ez egy 1.6-os CRD-i dízel motor, 115 lóerős, nagyon gazdaságos fogyasztású és nagyon megbízható jó kis dízel motor ez. A szemben lévő oldalon a zenekijelző, aztán van külső hőmérséklet mérő óra, két oldalra ülésfűtés, ez nagyon kellemes dolog, Ferinek és Petinek is valahol elveszett, aha, leesett. Megvannak a srácok, alá tudunk gyújtani mindenkinek a fenekalájt elől. Két oldalra tudjuk külön-külön szabályozni, amit szeretnénk, a hőfokot, tehát automata, digitális, kétzónás klíma, amit itt látunk. Amit láttam még, az, hogy teljesen originál, ez abszolút teljesen szűz, ebben soha nem volt semmi, és nem cigis kocsi. Két darab pohártartó, könyöktámaszt, amit itt látunk, a szervizkönyve ugye, itt van mellettem is a motortérben, és találtam egy-két ilyen karbantartásról szóló ilyen kis matricát, amit a szakítesz bele. A tükör sötétedik, van benne esőérzékelő és légzsákok körbe-körbe mindenhol, fejnél, és ugye oldal légzsák is van benne. És ha már itt vagyunk, akkor mutatom, hogy egy félbőr kárpitos autót nézegetünk. Gyönyörű, szép, tiszta, és nagyon jó benne csücsülni, és könnyen takarítható is, meg hát mutatós különben. Van benne menet stabilizátor, amit ki tudunk belőle kapcsolni. Van elektromos ablak 4 darab, van elektromos tükör jobbra-balra, és ami nagyon jó extra, ugye, hogy behajlanak a tükrök egy gombnyomásra, és mint látható, ugye tükörindexes is. Kiszállok is, akkor megmutatom a motorteret még. Állítható ülés és kormányoszlop, ugye a kormányunk az jön ki és be. Mennyi madár? Tegnap is itt voltam, és rengeteg madár járkál erre. Jó kis csendes hely ez. Kia márka jelzésű, alufelnik vannak rajta, és ugye ez egy nagyon szép kis kék metál színű autó, gyöngyház metál színű, és Michelin gumikat találtam rajta, nagyon szép, és jó állapotban vannak ezek a gumik. Kötvényszórók, lámpatestek tiszták, egészségesek, a szélvédő is gyári zöld színű, ugye, a dízel motorunk. Nagyon szépen dolgozik, jó az aksi, ugye könnyen indult, és itt a, azt hiszem ez az utolsó volt, ez nem olyan régen, 120 ezer kilométernél 2021. január 13, de már megvakultam, nem látok rendesen. Körbe sétáljuk akkor ezt a jobb felét, és ezt is megnézegetjük. Itt vették valamikor. Tolatóradar van benne, tehát pittyek, kipróbáltam, működik, teszi a dolgát, és ezzel biztonságosabban tudunk ugye tolatni. Ledönthetők ugye az ülések, ezt el kell húznunk, és akkor meg kell így löknünk, és az úgy előre fog dőlni az egész, és lehet belepakolni nagyon komoly mennyiségű dolgot. Ugye vannak rekeszek benne, és alatta pedig pótkerék szett az összes szerelvényével együtt, mint látjátok. Tök jó, egészséges, szép a hátulja.
Nézzük meg a hátsó szekciót itt. Ajajajajaj. Mindig bezárom magam. De most akkor megmutatom akkor, hogy hogy is nyílik, záródik. Na, kinyílott. Kidek ilyen. Tehát van itt egy hátsó üléssor, ugye izofixes, lehajthatós, és mint látható, ez nagyon szép, ez bőr, ugye középs részen pedig szövetes részen. És itt is mindenhol ugye a légzsák feliratot látjuk. Kényelmesen elférünk benne, van bőven hely a hátsó utasoknak is, térdügyileg. Amúgy minden működik benne, minden nagyon szuperul, teszi a dolgát, levet tesztelve, és most is egy rövid tesztúton vagyunk, hogy megnézegessük, kipróbáljuk, hogy tudjuk, hogy ez a masina ajánlható, illetve majd beleszerethető legyen. Nem vagyok bekötve, és akkor villog ez a kis emberke, hogy kössem be magam. Még nem sikítozik, úgyhogy megelőzvén a dolgot, én bekapcsolom magam. Elnézést. Na, nézzük azt az automata váltót. Nagyon gyorsan vált különben, eszméletlen, tehát nem lehet szinte érezni sem, ahogy a következő sebességi fokozata megérkezik. A fordulatszámérő sem nagyon esik vissza. Egy villamásra csak a, ami érezhető, hogy pillanatra kihagy itt a hajtás, és utána már is húz tovább az autó. Tehát ugye ez a dízel motor, ez egy nagyon jó kis gazdaságos dízel motor, és rendkívül jó, ez a 115 ló, ez nagyon szépen viszi az autót. És csendes különben, tehát nem halljuk itt ezt a motorzajt bent. Csak úgy siklik az autó, nagyon szépen megy az ócska úton, nem kopog, nem zörög. És ezt a képet látja onnan majd hátulról valaki, aki előre hallja, hogy apa vezet. Sötétedő tükör, meg első érzékelő, ha nem mondtam volna. Ha rálépek a gázra, akkor visszavált, és elkezd húzni őrült módon. És akkor beállok ide valahová. Ajajajajajaj. Ide állok, és gyorsan kipróbálom a... A retros lágerek mennek, kipróbálom a hátramenetet. Nézzük meg ezt az öreg Fordot, én el tudom-e taposni. Na most nem menjünk tovább. Hát azt jelzi, hogy hagyjuk abba a tolatást, és hogyha nem akarunk betétlapot adni majd a mögöttünk álló embernek. Most én nem akarok, úgyhogy ezt kihagyom. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, gyertek be hozzánk, hogyha szeretnétek egy nagyon kis praktikus, automata váltós, alacsony fogyasztású, dízelmotorra rendelkedő Kia Ceed-ot 2010-ből megtaláltatok itt az M3 autóparkba, ide kell majd bejönnötök érte. Köszönöm szépen, legyetek jók, nyomjatok egy ilyen jelet a videónk végére, és iratkozzatok fel a csatornánkra. A viszontlátásra!